Allergiás roham kezelése egyenlő kalcium nagy dózisban. Kalcium allergiás rohamra egyenlő elterjedt orvosi tévhit. Akkor most hogyan van ez? A kalcium a periódusos tábla 20-as rendszámú, az alkáli földfémek csoportjába tartozó eleme. A Mendelejev táblaváza reménység szerint kevésbé veszesedik, mint a mi csontjaink. A nehezebb mozgásra panaszkodás közben persze vigasztalhatjuk magunkat azzal is, hogy nemes márványt hordozunk magunkban. Ettől nem lesz könnyebb, de legalább klasszikussá válunk. A kalcium szorgosan építi szervezetünket, de az épületekben is bőven akad belőle. Bence Úr László építésztől tudjuk meg, miért. Milyen érdekes elem a kalcium. Egy alkáli földfém a kalcium, és az előfordulása igen nagy a természetben. Hát bármelyik hegyünkön járunk, a hegyeink nagy része, ugye, mészkőhegy, tehát kalcium származik. A mészkőből is lehet csinálni nagyon komoly építőanyagot, hiszen például, ha csak arra gondolok, a téglafalakat máshogy manapság el se tudjuk képzelni, mint mészkőből származó kötőanyaggal összekötött elemeknek a sorát. Ez pedig az oltott mézből keletkezik, de az oltott méz miből van? Égetett mézből. Még amikor fiatal voltam, akkor bármerre járt az ember vidéken, ahol mészkő hegyeket lehetett látni, ott mindenütt lehetett látni, hogy füstülnek a mészégetőknek a kemencéi. A mészégetők összegyűjtötték a mészkövet, raktak belőle egy kupacot, alágyújtott, az egészet lezárták agyaggal, telepakolták alatta fával, meggyújtották a fát, az óriási hőmérsékleten kiégett a mészkő, és keletkezett belőle egy égetett mész, ami egy alapjában véve egy veszélyes anyag, mert hogyha így a kézbe fogom és vizet öntök rá, szét is égetheti a kezemet, mert hiszen a vízzel nagyon intenzíven egyesül, amikor aztán végül lejátszódott ez az oltási folyamat, mészoltásnak hívják ezt a folyamatot, akkor utána egy ilyen talán a tejfölhöz hasonló konzisztenciájú anyag keletkezik belőle, ezt keverik aztán össze homokkal, és ebből lesz a malter, amiből vakolnak, amivel a téglákat egymáshoz ragasztják.